másik vagyunk, rengeteg ember nevében. Köszönjük szépen, és nagyon jó egészséget, és egy kis pihenést is kívánunk. Köszönöm. Polgári elismerő emlékérmet adott át Gál Józsefnek, a 38 év után nyugdíjba vonult rohamkocsi vezetőnek, a város polgármestere Cserpalkovics András. A köszöntésen József örömmel emlékezett vissza az elmúlt csak nem 4 évtizedre, az olykor megható, de mégis szép pillanataira. Jó, rossz dolgok, mindenféle, de szerintem úgy átlagban meg csak a jóra emlékezünk, szépre, mindenre. Gál József elárult, ami kell ahhoz, hogy valaki sok-sok éven keresztül tudja végezni ezt a néha-néha bizony nehéz helyzetekkel járó hivatást. Tényleg úgy van, hogy ez, amit mondanak, hogy ez nem ez, hanem ez hivatás. A hivatás, ezt tényleg szívvel, lélekkel kell csinálni. Főleg, hogyha olyan helyzetben van az ember, akkor ottan mindent be kell dobni. A nyugdíjba vonult vezető a szabadidejét családjával, barátaival tölti. Mint fogalmazott, mindig van mit tenni, és egyelőre a szolgálat sem hiányzik neki.